Miután a gyerekek a szünetben kijátszották magukat az udvaron, egyik órán sem fáznak már, hiszen az épület együttes minden része kapott hőszigetelést, és újak az ajtók, ablakok is. Ráadásul napelemes rendszer is segíti az áramtermelést. Örökös ökoiskola vagyunk, hogy az energetika, a napelem park, ugye ilyet nem mindenki lát otthon, de most az itt is működik, vagy hogy a szigetelés a régi klasszp épületen mindenképpen nagy jelentőséggel fog bírni, hiszen eddig ott télen van, hogy fáztak a gyerekek, de most ez szerintem az ő kényelmüket nagy mértékben fogja szolgálni. Az energetikai korszerűsítés a Táncsics iskolában egy átfogó fejlesztés része, és összesen 15 fehérvári intézményben valósul meg. Ezen túl pedig további 5 önkormányzati intézmény kap napelemrendszert. Ez nagy múltú iskola, egy nagyon nagy lélekszámú, lakosságszámú városrész egyik központi intézménye, és most viszonylag nagy ütemű felújítást tudtunk megvalósítani. Európai Uniós forrásból mindegy 300 millió forintot tudtunk költeni az épületre. A Táncsicsban nemrégiben újultak meg a vizes blokkok, az energetikai korszerűsítés után pedig a tetőcsere következik az intézményben. Jó székesfehérváron diáknak lenni, most egy kicsit önző módon azt mondom, hogy jó székesfehérvári tankerületi igazgatónak is lenni, hiszen kezdettől partner az önkormányzat vezetése, a városvezetés, és így ebben az összefogásban sokkal több és látványos dolgokat tudunk véghez vinni, mintsem csak az állam vagy csak a város csinálná. Kormányzati forrásból még ebben a hónapban megindul a Hétvezér és az Aranyiskola budai úti épületének felújítása is.